Én Gyéragy Ágnes vagyok, a Csabai Bioklinika tulajdonosa és ügyvezetője, és azért jöttem el önökhöz, hogy próbáljak meggyőzni mindenkit, hogyha egy mód van rá, ne gyógyszert szedjen, hanem mondjuk gyógynövény, de itt van kint a folyosón, ahogy körülnéztem, nagyon sokféle egyéb alternatív dolog, ami segíthet abban, hogy a különböző betegségeket megelőzzük. Mindaz, amiről most beszélni fogok, egy csomó gyógytáját fogok felsorolni, illetve gyógytalkeveréket. Mindegyik olyan, ami megelőzésre is kiválóan működik, kivéve a vérnyomás csökkentő keverék, ami butaság lenne, ha nincs magas vérnyomásunk. De ha mondjuk valakinek a családjában egy csomó pajzsmirigy beteg van, akkor érdemes néha galajtáját így van, és így tovább. Úgyhogy ezt így tessenek nézni. Kincskeresés az angyalok földjén, ez a cím az előadásomnak. Azért ezt a címet adtam, mert azt beszélik, hogy a Bihar hegység Romániában. Volt valaki a Biharban, Romániában? Akkor tudják, hogy miről beszélek. Azt beszélik, hogy a Bihar hegység az az angyalok földje. És ezek a kincsek, ezek nem a föld alatt teremnek, hanem a föld fölött, illetve valami a föld alatt, de arról majd beszélünk. Tehát azért kincs, mert az egészségünket tudjuk megőrizni ezekkel a növényekkel. Az, aki tisztában van azzal, hogy ott a Biharban mely növényeket érdemes fogyasztani gyógytejaként, ez az úriember itt a szélén, nem is olyan öreg egyébként, úgy hívják, hogy Jombónk is, és ő olyan szaktekintély Romániában, mint nálunk a bőkifüves ember, a Gyuri bácsiról, a biztos hallottak már. Van is hasonlóság köztük, hiszen mind a kettő tradicionális tudás alapján tevékenykedik. Mind a kettő nagyon szépen felfejlesztette a vállalkozását. A különbség az, hogy a Bihar hegységben másmilyen növények vannak, mint mondjuk a Bükk hegységben. Ez látszik is a felhozatalban. Én például hoztam csak úgy mutatóba egy pirítógyökér tintúrát. Biztos vagyok benne, hogy senki nem tudja, mi az a pirítógyökér, ugye? Nem tudják. Ez a Biharba terem és a mozgásszervi problémákra működik ez a dolog, tinktúraként, tehát külsőleg használjuk. Tehát Jombónk isnak hívják a bihari füves ember, és ők ezzel foglalkoznak. Ez itt a reklám helye, ugye? Békés Csabán a nagypostával szemben van ez a bizonyos kis intézmény. Három lábon nálunk, van egy üzletünk, vannak gyógyítók nálunk, és van természetesen néhány terápiás készülék, amit használunk. De most kimondottan a tejáról fogok beszélni. Úgy hívják, mint említettem, hogy Bihar kincse a termékcsaládot, és ez 24 féle gyógyteját foglal magába. Ha itt kint körülnéztek, már látták, ott van egy az 20 éves elmúlt fiatalember, ő az én férjem, és ő is benne van avatva ebbe a dologba, és ő mutatja ott kint mindenkinek, hogy milyen készítmények vannak, majd a kedvük van, menjenek, nézzék meg, kóstolják meg. Ez az első keverék, amit a figyelmükre ajánlok. Alapformálás. Hát ez az úriember nem biztos, hogy érdemes követni a példáját. Látják, miket teszik, tehát ő mindent megtesz azért, hogy ne mondhassuk sudárnak. Ez a tejakeverék salaktalanít, tehát nem a zsírégetős figura, salaktalanít, a beleket kitakarítja, ezáltal jobb lesz a felsz, nagyon leegyszerűsítve mondok minden. Jobb lesz a felszívódás, kevesebbet fogunk enni, és sokkal energikusabbak vagyunk. Én évekkel ezelőtt ittam ezt a teját, este 10-kor még, mint a duracell, úgy viselkedtem, olyan jó kis energiákat hozott. Maximum 3 hónapig lehet fogyasztani ezt a teját, nem szabad tovább, utána 1 hónap legalább kell pihenésre. Hát igen, ez a Szenvedünk a mosdóba című fejezet. Az aranyér, sajnos az ülőm, különösen akik ülőmunkát végeznek, vagy gépkocsiba kamionoznak, ez nagyon gyakori probléma az aranyér betegség. Az orvosok általában ilyenkor adnak egy kenőcsöt és el van intézve. Én azt gondolom, hogy az aranyéret úgy lehet igazán kezelni, ha belsőleg is
tejet is fogyasztunk, tehát belsőleg gyógytej, a külsőleg pedig vagy van egy tej, amire beleülünk, de a férjem úgy nyilatkozott, hogy egyszerűen ne bele, aztán föl se tudnál. Itt azért a korosztályt nézem, magamat is beleértve, én sem nagyon lelkesednék, ha meg kéne ülni egy laborba, úgyhogy van kenőcs is, az árnika farkasalma, amivel ki lehet váltani ezt a tejet, és ugyanakkor én ezt a aranyért. Múltkor a barátnőmnek adtam ezt a tejet, és aztán találkoztunk az utcán, és messziről mondja, hogy te Ági, ettől még a torkom is meggyógyult, mert hogy az egész emésztőrendszerben végigmegy, és mivel gyulladás csökkentő, a mandula gyulladásra is jól működött, de alapvetően az aranyér teje az, aki mondottan erre a problémára jó. Hát igen, a cukorbetegség. Mi minden hétvégén, szinte minden hétvégén valahol vagyunk, Szombathelyen, a Szavária Fesztiválon. Nekem az a célom, hogy azért jöttem el önökhöz is, hogy meggyőzzem önöket arról, hogy van más út is, nem csak a gyógyszertömése. És a fesztiválokon is az a cél, hogy amikor odajön valaki egy pohár sörrel, akkor elmondjam neki, hogy a sör is nagyon jó dolog, de érdemes fogyasztani. Erre légúti tejet tudok ajánlani Malnárul. Tehát a cukorbeteg teje, mind a két cukorbetegségre ajánlom. Ha időskori cukorbetegségről beszélünk, gyógyszert szedünk a problémára, akkor érdemes mellé elkezdeni inni a teját szépen. És egy idő után, ha javulnak az eredmények, akkor a gyógyszert kellene lefaragni. A férjem most már lassan 10 éve, nem tudom pontosan, cukorbeteg. A házi, hogy nehéz véletlen derül ki, hiszen valamennyi volt a cukra, a házi orvos már szedte a fegyvert, hogy majd ő jól felírja neki a gyógyszert, mondtuk, köszönjük, mi nem gyógyszerezünk, és teljesen elképett, hogy Panikám, az nem fog működni. Azóta is járunk kontrollra, rendben van a cukra, nyilván vigyázunk arra, hogy mit teszik, és minden reggel egy csupor cukorteját fogyaszt. Ha beugrik egy névnapon 2-3 süti, akkor másnap 3-4 csésztérvel kap, és gyönyörűen működik a dolog, rendben van a cukor. Ha inzulinos valaki, ott nincs visszaút, tehát ott abban nem segít, hogy most akkor nem kell továbbra, és kell gyógyszer inzulin kivetni. Viszont abban segít, hogy megszelidíti a betegséget. Nem lesznek brutál magas, brutál alacsony értékek, és a betegek arról számoltak be, hogy bizony kevesebb inzulin is kell egy idő után. Hihetetlen sok tejet eladunk ebből a tejakeverékből. Nekünk van egy webshopunk, úgyhogy onnan látom, hogy olyan helyekre is megy már, ahol soha nem jártunk. A betegek egymás közt adják a hírt és rendelik a tejákat. Egészséges bőr. Ugyanaz a probléma, véleményem szerint, mint mondjuk az aranyérnél, ha valakinek van egy ekcémája, elmegy a bőrgyógyászhoz, kap egy jó esetben kenőcsöt, rossz esetben szteroidos kenőcsöt, ez utóbbi valóban csodát művel, csak aztán megint visszajön, és arról nem beszélünk, hogy mit okoz a szteroid a szervezetünkben. Ez a gyógyteja, ez abban segít, hogy belsőleg is kezeljük a betegséget. Tehát a bőrbetegségnek igenis belsőleg onnan ered, hogy különböző toxinok felszaporodnak, és ezt ki kell takarítani. Ez a teja ezt tudja. Mellette, ha van mondjuk egy egész testre, vagy valóban látható dékesömör ekcéma, nyilván kenőcsöt is kell használni, amíg szép lassan megszűnik a probléma. Erre az árnika farkasalma, vagy a farkasalma kenőcsöt ajánlom. Ha a kenőcsökről beszélünk, az nem lesz, azt hiszem, itt ebben a programban. A kenőcsöket mindig randevú után kenjük, mert ugye a népi gyógyászat a disznózsit használ, és nem különböző életanyagokat, tehát úgy ne randi előtt kenjük, nem mondjuk alaj kenőcsel anyagunkat, mert aztán a fiatal emberek megdöbbennek, lehetünk tovább. Egészséges majd szorvos pepe. Vannak olyan tejakeverékek, amiket én azt szoktam mondani, hogy évente egyszer kötelező. 3 ilyen lesz, ez az egyik. Lehetőleg tavasszal, ősszel vagy még 2 évszakban érdemes egy nagy takarítást csinálni. Önök hölgyek, mind nem sok férfi van itt köztünk. Tudják
hogy tavasszal, húsvét előtt nagy takarítunk a lakásba, aztán karácsony előtt is nagy takarítunk, és mindig elfelejtjük, hogy bennünk is felszaporodnak ám a szennyeződések, azt is ki kéne takarítani. Erre kiválóan alkalmas ez a máj epe teja. Akkor is ajánlom, ha az epét eltávolították, mert ugye az hiányzik, ott évente egyszer egy 30 napos kúra elég, de egy ilyen nagy takarítást tavasszal, ősszel nagyon ajánlok, legalább tavasszal. Annyi mindent elmegyünk, csak elmegyünk az ABC-be és veszünk egy csomó tartósítószerrel kezelt gyümölcsöt. Úgy gondoljuk, hogy fú, de jók vagyunk. Ezeket mind ki kéne takarítgatni. Gyógyszerek, benzingőz, mindenfélét mondok. Sajnos nem tudunk, bármennyire vagyunk tudatosak, nem tudunk eléggé vigyázni, ez segíthet. Egyébként, hogyha valaki úgy érzi, hogy puffad, nem jól emészt, érdemes ezt a teját inni. Ha széknekedésünk van, ugyanebből a tejából a kettest ajánlom, abban van olyan gyógynövény, ami azt a széknekedést segíti megoldani. Ezt azért tartom fontosnak, mert biztosan tudják, hogy ha nem megyünk minden nap, próbálok szépen fogalmazni, ha nem megyünk minden nap nagy dolgozni, akkor az bizony másnap már toxin, ami visszaszívódik. Tehát nagyon fontos, hogy karba tartsuk magunkat ilyen szempontból. Próbáljunk meg mindig ugyanabban az időben menni, és ez a tej kimondottan segít. Amiért ezt különösen ajánlom, mert ilyenkor ugye hasajtót szoktak adni, és nem értik, hogy miért kell mindig több és több, a hasajtóthoz bizony hozzászokunk, ugyanez a idegnyugtatók és egyebek. Én inkább ezt ajánlom önöknek. Emésztési rendszer támogatása teja, magáért beszélve a címe. Ez amellett, hogy ilyenekre jó, hogy gyomorbántalmak, hasmenés, bélgyulladás, a refluxot is kiválóan kezeli. Említettem önöknek, hogy sokszor járok fesztiválra, ilyenkor kipakolunk, és akkor mindenki mondja, buját, baját, kinek mi baja van. Elképesztően sokan vannak, akik a refluxsal küzdködnek. Vannak ilyen betegségek, amik most úgy tűnik, hogy még jobban előjönnek. Ugye ilyenkor kapjuk a sablekötőt, hogy reagál a szervezet, mit gondolnak, még több savat termelünk. Úgyhogy én nagyon jó szívvel ajánlom, hogy ilyenkor ezt a teját iszogassuk, ez ezen a problémán segíteni fog. De jó mindenféle ilyen bélgyulladás és egyébre. Egyes azat, itt az előző előadásban példaként mondtam ezt a gyógynövényt. Van egy betegség, a köztény, aminek a gyökere az, hogy a húcsavat felszaporodik a húcsava szervezet, az kicsapódik, kristályossá válik, az izületekben ez gyulladást okoz, és ez brutális köztényes rohamot okoz. Akinek van, az rá ismer. Általában a bügyöknél szokott jelentkezni, és szörnyű fájdalmakkal jár, egy nagy gyulladásos gumó lesz az ember lábán. Ilyenkor az orvos egy millulit nevű gyógyszert ír fel, ami bizony a vesét teszi tönkre, és akkor jön a folyamat tovább, tönkre megy a vese, akkor magas lesz róla a vérnyomás, és akkor így szépen kezdjük sorba szedni a gyógyszereket. A millulitot nagyon jól kiváltja ez az enyves asszat, ez az áldott növény kell, de csak ez az egy növény van, ez képes arra, hogy a húgysavat karba tartsa. Hát aztán amellett tudják, aki köztényes tudja, hogy nem eszünk vörös húst, és sorolatlá, most ebben nem megyek bele, de mindenképp ajánlom, hogy ezt a teját. Így ha máskor nem is tavasszal meg ősszel, akkor szokott ez elsősorban bedurrani, és ilyen fájdalmakat okozni. A nehéz szagú gólyahol, az is egy jó növény, olyan a termése, mint egy gólyának az óra, azért így jelki. Ez is egy nagyon sokoldalú növény. Alapból immunerősítő, de elsősorban nőgyógyászati onkológiai problémákra lehet használni, vérképző szervek betegségeire, impotenciára, tehát nagyon sok mindent tud ez a gyógynövény. Lehetünk tovább. Igen, megint egy olyan teja, amiben csak egy növény van, ez a gimpáfrány. Hadd mondjak egy példát a bioklinikából.
volt egy idős hölgy, akinek egy kalandtojás nagyságú epekörre volt, és hát önök is tudják, sajnos az ismert körülmények miatt a magyar egészségügy nem kapott el ezeket a műtéteket se. De már volt műtéti időpontja, és hát jött és panaszkodott, hogy fél, hogy be fog görcsölni, mi lesz ő vele, és mondták a kis kolléganőim, hogy a gibbafent iszolgassák, nyugodtan az jót fog tenni, ami egyébként kimondottan epekőre használatos gyógynövény. És képzeljük el, mire oda jutott a néni, hogy műtétre került volna a sor, nem volt mit műteni, tehát megúszta, ez szépen elmúlt, szétfoszlott és elmúlt ez a kő. Ez kimondottan epekőre való. Tehát, hogyha nem jól bemésztésem epemájtelje, a epekőben van a gimbáfrentje. Parastop, mit gondolnak, ez mire jó? Nem feszít. Azért kérdeztem, mindenki azt gondol, hogy a para, hogy beparázok. Parazita. Stop. Ennek nincsen magyar dobozza, mert a füves ember azt mondta, hogy erre nincs szükség Magyarországon, mint kiderült, igenis van. Ugye, amikor a kutyákkal eljátszatozunk, vagy olyan homokozóba viszem az unokám, ahol előtte egy férkes kutya járt, az bizony okozhat gondot, akkor ezt a teját kell fogyasztani. Egyébként volt Pesten egy viszonteladónk, egy nagyon ismert természetgyógyász, ő addig nem áll szóba a beteggel, amíg egy ilyen teját nem iszik. Ez a helye. Ő állítja, hogy mindenféle parazita van a testünkben, és ez nagyon fontos, hogy mielőtt bármilyen kezelést ad, ezt ígyuk meg. Ennyi. És akkor itt van a léleksimogatás. Azért léleksimogató ez a teja, mert egyébként stresszoldó, alvászavarra nagyon jó, és mindenféle ilyen ideges tünetre. Ez is népbetegség egyébként. Itt az előbb a hölgyeknek megkértem, hogy tegyék fel a kezüket azok, akiknek alvászavaruk van. Nagyon ismert és nagyon gyakori probléma, hogy nem tudnak igazán pihenni az emberek. Ennek sajnos gyakran mi vagyunk az okai, mert nem tudunk este olyan negyed órát, fél órát szakítani az életünkből, amikor egy kicsit leengedünk. Nem a krimit nézzük, egyáltalán nem a tévét, meg a számítógépet nézzük, hanem egy kicsit magunkba fordulunk, olvasgatunk, csendben vagyunk, meditálunk. De ez a teje abban segít, hogy egy kicsit lehigasz minket. Itt most nem fogom mondani, hogy a férjem mit szokott erre mondani, mert csúnya szó. A lényeg az, hogy egy ilyen lélegsimogató teje nem szedál le, lehet vele autót vezetni, ugyanúgy tudunk koncentrálni, csak úgy megnyugtat, mint egy barátnő, nyugi van, minden rendben. Nyilvánvaló, hogy ez nem úgy működik, mint ahogy mi várjuk a gyógyszer után, hogy bekapjuk a teját, azt már aludni fogunk. Ehhez is, mint minden gyógyteához, türelem kell. Háromszor kell inni, reggel, délbe, este, és aztán majd egy-két hét múlva hat igazán. Hát igen, ez az előbb mondtam, hogy van három teja, ami alapteja. Ha itt körülnézek magam is belevéve, 40 év felett mindenkinek tanácsolok évente egyszer egy ilyen teját fogyasztani. Ez az erek rugalmasságát segít megtartani. Itt ezt nem feladatként vegyék, próbálják úgy végig gondolni, hogy úgyis iszok reggel, meg este egy teját, hát miért ne innék akkor gyógyteját. A férjem említette, hogy cukorbeteg, neki kötelező évente kétszer, két dobozzal inni ebből, és innen akkor mindig iszom vele, mert én nem vagyok cukorbeteg ugyan, de az a heppem, hogy én minimum 120 évig fogok élni, és nem árt, ha az ételmém is megmaradna addig. Biztosan találkoznak ezzel a problémával a ismeretségi körülbelül, hogy sajnos elég sokat demonstrált idős ember. Ez nagyon jó memória erősítésre, és egyáltalán az, hogy az erektugalmasságot megőrzi, egy csomó olyan tünet megszűnik, hogy hideg kéz, hideg láb, fülzúgás, fülcsengés, viszereket rendbe tart. És ha mondjuk valakinek van egy csúnya lábszárfekéje, ott is kötelező a dolog, mert ugye azonnal ered, hogy nem jó a végtagok keringése, és akkor kiegészítő kezelésként érdemes ezt kiszogatni. Úgyhogy ez a második, az első, emlékeznek, mire mondtam? Méregtelenítésre. Ez a második, ami ilyen megelőzésre kötelező.
és mehetünk tovább, majd mondom, melyik a harmadik. Hát ez a vérnyomás szabályozó, ez a magas és ingadozó vérnyomásra jó. Alacsony vérnyomásra meg fogom mondani, mi a jó. Én mindig megkérdezem azért, hogy mi okozza. Mert hogyha a stressz okozza, akkor érdemes a stresszorról teját inni. Vagy ha mesebetegek vagyunk, attól is lett magas vérnyomás, akkor azt érdemes inni. Ehhez inkább akkor nyúljunk, hogyha nem tudjuk, hogy mi okozza a problémát. Igen, és itt a másik teje, amire az előbb utaltam, a legyen szívügye teje, az a szervi szívfajokra jó, de az alacsony vérnyomásra is. Ez csak akkor érdemes iszogatni, ha gondot okoz, hogy alacsony, mert ha nincs vele bajom, akkor nem kell piszkálni. De ha sokat szédülünk, fáradékonyak vagyunk ettől, akkor érdemes ezt a teját fogyasztani. És itt van a harmadik kötelező teja, ez a többi testőr tejánk. Ez a teja, ebben 32 gyógynövény van, képzeljék el. Egy gyógynövényben minimum 3 hatóanyag van, ebben 32 gyógynövény van, úgy önök előtt van. Én nekem mindig a zongora hangoló jut eszembe, ki látott már zongorát hangolni? Ugye leül mellé a mester, és akkor minden hangon igazít egy kicsit. A cél az, hogy harmonikus hangzás legyen a hangszeren. Ez a többi testőr teje ugyanezt csinálja. Egy picit a vérnyomás, egy picit a hormonok, egy picit ez, egy picit az. Tehát úgy karba tartja az ember. Mikor a füves embernél vagyunk kint a Biharban, akkor reggel mindig ad egy ilyen kupával. Így indít minket útnak, és akkor megészünk, és akkor ide a Bihart, ilyen jó energiája van ennek a tejának. Én egyébként ezt az unokáimnak is szoktam adni. Ősszel mind a két talon kap egy ilyen tejet, és akkor iszták egészen addig, amíg tart az egész család. Az ilyen családi tejának is felfogható. Közösséges medve tart. Ez a gyógynövény két dologba segít, az egyik a medőség, ebben is csak egy növény van, úgy hívják, hogy közösséges medvetart, és mivel a női hormonokra is jótékony a hat, ezért a klimaxos tüneteket is enyhíti. Nem azt a klimaxos tünetet, amikor olyan nagyon idegesek vagyunk, arra az idegerősítő teje jó, ez inkább a hőhullámokra azt enyhíti. Egyébként, ha medőségre használjuk, én szoktam ajánlani előtte az epemáj teját, mert ugye amikor a magot elültetjük, önök biztos mezőgazdaságban ismerősök jobban, mint én, de tudom, hogy ahol ültetünk, ott rendbe tesszük a földet, kitisztítjuk, gazdalanítjuk. A szervezetünket ugyanígy fel kell készíteni egy baba fogadására, ezért érdemes egy epemáj teje, és utána a medőségre való közönséges medve tartok. Hát igen, itt azért kevesen tudnak ezt hozzászólni, ilyen problémák még nincsen, ugye hölgyek, de a párjainknak lehetnek. Úgyhogy érdemes megelőzésként évente egy ilyet a fiúknak adni. De hogyha már baj van, akkor is jó szívvel ajánlom. A férjemnek egy kedves barátja, az édesapja prosztatarákos lett. És mivel idős, 80 év fölött volt a bácsi, meg szívbeteg is volt, nem merték műteni. És hát mondta a férjem, hogy legalább ezt ad a édesapádnak. Úgy higgyék el, nem múlt el nyilván adag alatt, de nagyon jó lett. Most nem zavarban vagyok, van erre, hogy PSA, vagy mi az, amit szoktak nézni? Valamilyen, nem tudom, valamilyen labor eredmény nagyon jó lett. Tehát kimondottan használt a bácsinak, és ma is boldogan él. Képes egészséges húgyutak. Ez a vizelet kiválasztás problémáira jó. Legyen ez felfázás, vesegyulladás, vesekő, mindenféle ilyen vizelet problémára tudom ajánlani. Én nagy petás vagyok, és a múltkor kényfeledkeztem a tóparton éjszakára, és nagyon csúnyán felfáztam. Nem akarom ecsetelni, de nagyon keményen. Nem mentem az orvos közelébe sem, viszont ittam ezt a teját, egy hét alatt gyönyörűen rendbehozott. Inkontinenciára is érdemes megpróbálni, ez sajnos megint csak olyan gyakori probléma, mint az aranyér. Sokat ülünk,
egyéb gondok miatt is lehet egy bizonyos kor után, úgyhogy érdemes erre is kipróbálni. Pajzsmirigy. Azért szerettem ezt a tejakeveréket, mert ez mutatja meg legjobban, hogy mennyire intelligensek a gyógynövények. Itt mindig azzal kezdjük a beszélgetést, hogy alul vagy felül működésre jó a teja. Képzeljék el, hogy mind a kettőre. Tudnélik, a gyógynövény az harmonizál. Ő nem a betegséget gyógyítja, hanem a szerv egészséges működését segíti elő. Egyébként erről a tejáról azt kell tudni, hogy ez az egy teja van, amit folyamatosan lőtyölünk, és nem három csészével vagy kettővel iszunk, hanem gargarizálunk, lenyeljük, és estig szépen egy fél litert el kell fogyasztani. Még egy mondat erejéig, hogy nagyon sok pajzsmirigy beteg ember van. Nekem fix a ideám, hogy ez azért van, mert annyit nyelünk, mint a torkos borz befele. Már a gyereket arra tanítjuk, hogy csöndben legyél, fogadj szót, ne felesselj magyarul, folytsd be az érzelmeidet. Jó indulatúan fogok most mondani valamit, és nem bántásból. Cigány embernek még soha nem adtam el pajzsmirigy teját, mert az ő kultúrájukban abszolút normális, hogy van bajom a szomszéddal, elküldöm melegebb éghajlat, és 5 perc múlva egymás nyakába borulnak. Tehát fontos, hogy az érzelmeinket valamilyen módon kiadjuk, és most nem azt mondom, hogy holnap menjenek, az fejéjék le a főnöküket, mert nyilván nem tehetik meg, de azt igenis mondom, hogy menjenek egy bogzsákot, vagy egy gitárt, azt énekeljék ki. Én szeretem kiírni a problémáimat, mert én soká ebből éltem, és akkor csúnyákat is leszoktam írni, ezt példaként mondom Molnár úrnak is, hogy le kell írni, a csúnyát is aztán eltökíti és eldobja. Úgyhogy mindenképp kérem, hogy az unokákat ne arra tanítsák, hogy folytsák be az érzelmeiket, arra tanítsák, hogy az óvónénit nem rúgjuk sípcsonton, de otthon oda vághatom magam a földhöz, de valahol muszáj kiengedni a gőzt, jó? Eltudtam. Hát igen, ez most nagyon aktuálissá vált. Allergia, asztma, különböző megfázások, köhögés. A dohányosoknak évente egy doboz van, nagyon ajánlom egy jó kis megtakarításra. Nagyon okos kis tejakeverék. Női teja. Igen, hát azért külsőben, belsőben az egyiket visszük, a másikat meg fel kell juttatni. Mindenféle női problémára ajánlom. Endometriózis, tiszta, menstruációszavarú görcsök, nyugodtan a családjukban önöket. Annyira nem érinti ez a dolog, tisztelet a kivételnek. De a családban ilyen probléma van, abszolút tiszták a gyönyörűen elmulaszt, tehát nagyon jó kis helyekeveré. Szoktuk ajánlani a fiatal nagygyermek karbantartásra is, amiben áll a normális menstruációs ciklus. Nem akarok itt oldásokba esni, de nagyon gyakran, mert nagyon gyász felír egy fogamzás gátlót, holott szerencsétlen 10 éves még életében nem látott fiút se. Azért, hogy normális legyen a ciklus, ezt tépen beállítja, nem kell gyógyszer. Igen. És akkor néhány tudni való a gyógytejáról. Hát igen, a népi gyógyászat hagyományait, erről már beszéltünk, hogy a füves emberek micsoda tudás birtokában vannak. Nagyon fontos, hogy a gyógynövényeket is úgy ígyük, ahogy azt a füves ember vagy a szakember előírja. Egy ártatlannak tűnő csanántája is, hogyha hónapokig iszunk, komoly problémát okozhat. Tehát nem szabad túlzásba esni, nem árt, hogyha szakember kérdezünk arról, hogy milyen teját fogyasszunk. És azt kúraszerűen ígyük, tehát hiába sokan csinálják azt, hogy egyik nap kamillát isznak, aztán másnap citromfüvet, az így nem ér semmit. Tehát mindig egy kúrát találjuk ki, hogy most ideges vagyok, most itt van 3 hétig a citromfüvet. És így tovább, hogyha maguk szedik a gyógynövény. A tejakeverékekről egyszerre csak kettőt fogyaszthatunk. Tehát mondjuk
megfázunk, meg még iszunk a cukorteját folyamatosan, akkor már nem kezdhetünk el egy alvázzalára való teját, és ez nem összekutyoljuk, hanem fél óra különbséggel kell inni, tehát Istenben csak így. Azért nem lehet összevenni, ugye egyszerűbb lenne persze, ha összeönteném, de akkor éppen azt a tudást rontjuk el, amit a füves ember hoz. Hogy mely növények jönnek, lehet, hogy ha hozzáadunk még egy kamillát is, akkor már nem olyan hatékony a gyógynövény, úgyhogy azt hagyjuk meg rá, vagy hagyjuk, hogy ő dönts el. Soha ne tegyünk se vizet, se gyógytát mikrosütőbe. Hogy más tesszünk-e, mindenkinek a szíve joga, de gyógyteját, gyógynövényt soha ne tegyenek. Még a vizet sem, amit felforralnak. Ott a gáz, vagy villany, vagy bármi, csak mikrohullámot ne. Lehetőleg ne ízesítsük a gyógynövényt. Itt lehet, hogy, vagy nem tudom, lent, vagy hogy mondjátok. Tehát itt kóstoltat a férjem gyógyteját, és észrevettétek biztos, aki kóstolta, hogy nem tett bele cukrot. Ez nem azért van, mert ő így, hanem azért, mert hatékonyabb a gyógynövény. Abszolút hozzá lehet szokni. Tehát én tudom, mert én iszom folyamatosan. Valamikor régen én sem voltam tehát bevallom őszintén, inkább kakaót ittam még, meg tejet. És aztán lett egy pajzsmirigy problémám, egy autoimmun betegségem, és eldönthettem, hogy akkor most hormont fogyasztok, meg teját iszok, azóta nagyon szeretem a teját, és most már tényleg szeretem és hozzászoktam, mert tudom, hogy nekem ez egy áldás lesz. És végül az állapotjavuláshoz kitartás kell, többszörösen is, tehát a ma emberre hozzászokott, hogy kap egy tablettát, bekapja és már is jól érzi magát, és aztán kifoglalkozik azzal, hogy még milyen mellékhatása lesz. A gyógyteja soha nem hat így egyből, tehát ahhoz kitartás kell. Ráadásul sokan mondják, hogy a macerás megfőzni. Meg merjem kérdezni, ki az, aki reggel kávéval kezdje a napot? Macerás megfőzni? Ugye, hogy nem, a teljesen nehezebb. Tehát ugyanannyiba kerül egy vízzel többet melegítünk, leforrázzuk, és már is... Tehát mindenképp megéri, hogy fáradozzunk és iszogassuk a teját, mert meg az egészséget tudjuk megnyerni vele. Végül a cím, de el is mondom, még egy kicsit egyszerűbb lesz. Tehát a Csabai Bioklinikában mindig megtalálható ez a 24 fajta teja. Még egy dolgot hadd mondjak, nincs rajta az anyagon, de behoztam ide egy két dolgot. Az egyik a pirítógyökér tinktúra. Nem szokták ismerni ezt a növényt, ezt a Biharban terem olyan, mint a torma egyébként úgy néz ki. Azért pirítógyökér, mert vérbőséget okoz, hogyha hozzáér, olyan, mint a csalán. Ezt alkoholba helyezte el a füves ember, hihetetlenül jó mozgásszervi problémákra. Lehet kombinálni ezt, mindenféle reuma, sportsérülés egyéb, lehet kombinálni a pirítógyökér fekete navelytő körömvirág kenőccsel, ezzel kinyitjuk a porusokat, azzal meg becsukjuk, és ott bent dolgozik a cucc, hihetetlen jól működik. Most már orvosok küldik a beteget, ott van valami pirítógyökér, fogalmuk nincs, mind a betegek mondják, milyen jó, és akkor küldi hozzánk. A másik pedig a fenyőrű cirup. Ezt sokan ismerik, aki Erdélyben járt, ott biztos, hogy hozott ajándékba, mert ott az asszonyok ezt maguk készítik. Rengeteg vitamin van benne, hiszen a fenyő rügyéből az egész élet reménye ott van a rügyben, abból készítik a zsenyehajtásokból, és nagyon jó köptető, tehát ez egy szirup. Az unokáim a hattyú halálát előadják, csak szedjem elő, mert annyira finom, tényleg nagyon, ugye finom köptető. Tehát egy nagyon finom dolog, érdemes iszogatni. Most ilyen hisztériaszerűen mindenki rendeli a webshopunkon. Próbáltam utána járni, hogy mi ez, hogy ennyire van magánember, 8-10-et visz, nem értettük, hogy nem győzzük rendelni Romániából. És állítólag most azt terjedt el, és ezt eztartással mondom, mert nem tudom bizonyítani, mert én ezt csak hallottam, hogy elterjedt, hogy az oltás utáni dolgokat ez levezeti. Már a védőoltás után. Elmondom, egyébként én, amit tudok, hogy nagyon jó köptető és nagyon jó immunerősítő, ez biztos. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Most azt szeretném kérni, hogy a
kérdéseket szíveskedjenek kitölteni. Ha valamiről nem beszéltem, akkor majd kérdezzenek rá, és akkor fogok bővebben, de szerintem kitértem minden kérdésre.